Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön Baruk! Kicsit későre hozom ezt a bemutatót, mivel hogy úgy nézegettem ezt a Warframe-et, illetve próbáltam valami használhatót kihozni belőle, természetesen modolás, ahogy szokott lenni a videó vége felé lesz, úgyhogy aki akar egyenesen odaugorhat, de azoknak, aki némi extra információra vágynak, akkor vágjunk is bele! Akárki tervezte a Digital Extreme-nél ezt a Warframe-et, egy nagyon jó kis elgondolás volt, nagyon jól ki volt matekozva, hogy így mondjam. És tudjátok, mi a legröhelyesebb, hogy a játékosok már ordibáltak a megjelenés napján, hogy túl erős ez a Warframe, és nörföljék le. Hát emberek, még egy rendes menetet sem mentünk ezzel a Warframe-el, és már nörföljék le, hát mi a franc. Nem, én úgy gondolom, hogy ez a Warframe egy rég nem látott egyensúly, illetve balanszban van a képességekkel, illetve fegyver használata. Valami olyasmi, mint a Loki. Loki az egyetlen Warframe, amit amióta megvan, hozzá se nyúltak, mivel olyan jó kis balanszban van, és úgy gondolom, hogy a Baruk szintúgy egy nagyon jó kis balanszban van. Nem über halhatatlan, de éppen megfelelően halhatatlan ahhoz, hogy nagyon jól hely tudjál állni missionökben is. Továbbá amennyire szóló, pont annyira tud csapat segítség is lenni, mint például, hogy a Lokinak van a diszárm, úgy van a Baruknak az altatása, a Lokinak a láthatatlanság, úgy van a Baruknak mondjuk a hármas képessége, és egy nagyon jó összhangban van, úgyhogy le a kalappal a Warframe előtt, és a koncepciója, ez a Shaolin pap féleség, ami így a agresszió ellen van, a harc ellen, nagyon-nagyon jól ki van találva, és íme ezért is szeretnék beszélni nektek a passzív képességéről, mondjuk úgy, ami a Restrain névre hallgat. Na most az a lényeg, ez a Restrain azért felelős, hogy feltöltse az ultidat, illetve hogy több damage-et tudja elnyelni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez úgy tudod feltölteni az ultidat és elkapcsolni végül, hogy használod a többi képességet, és a többi képesség minél több damage-et nyel el, vagyis minél többen vesznek körbe, annál jobban töltödik ez a Restrain, és végül el tudod használni az ultiát. Viszont ám ez a Warframe nagyon nem az ultiáról szól, és mint ahogy így megvan fogalmazva, egy ilyen békeszerető Warframe valahogy tényleg olyan ez az egész, és amennyire várod, hogy az ultia kibontakozzon és végre használhasd, pont annyira jössz rá, hogy nem annyira erős, mint amire számítasz, hogy erős kellene, hogy legyen, hanem inkább a féle tömegszabályozó, legalábbis nekem úgy jött le az egész dolog. És rettenetesen móka használni, hogy őszinte legyek, de tényleg, ahogy röpködnek az elemek körülötte, valami ilyesminek kellett volna lennie az Atlasz egyes képességének, mint ennek a Warframe-nek az ultia. Jól ki van találva móka használni, de nem pontosan az, amire számítasz. Na most, Barukot megszerezni hogyan lehet? Sajnos el kell mennetek Fortunára farmolni, Little Duck-tól, vagyis a Vox Solaris-től, vagyis a Quill-től, tudjátok kiváltani a blueprintjét, hátra mentek oda a kis csajhoz ott hátul Fortunán, és ott lesz a blueprintje, de mind ehhez a Vox Solarisnál kell szintet lépjetek, úgyhogy torroid farmolásra fel, srácok, mert hogy szükségetek lesz rá, de egy olyan Warframe, amiért megéri elmenni, értitek? Ingyen van, amúgy is érdemes kiszedni ezt a Warframe-et. Nem húzom tovább az adatokat, vágjunk bele a képességekbe. Az egyes képen, hölgyeim és uraim, elkapcsolod, és minden löveg átmegy rajtad, amennyiben 180 fokban vannak előtted az enemik. 180 fokban minden löveg át fog menni rajtad, amennyiben nem támadsz rájuk. Szóval ez a legérdekesebb. Amint egyet kardozol, egyet lősz valami, az támadásnak minősül, így aztán már damage-et fogsz bekapni. Szóval azt gondolná az ember, hogy ez az egyik leghasznosabb képessége lesz ennek a Warframe azzal, hogy átröpködnek rajtad konkrétan a golyók, de kiderült, hogy legalábbis számomra, amíg teszteltem ezt, és hol teszteltem? Természetesen moton teszteltem, hol máshol. Számomra kiderült, hogy ez a képessége semmi másra nem volt nekem jó, csak arra, hogy kimeneküljek egy nagyon-nagyon szorult helyzetben. Tehát pont amennyire hasznosnak gondoltam az elején, pont annyira kiderült, hogy nem ez volt a leghasznosabb képesség, és nem azt a célt szolgálta, mint amire úgy számítottam, és hogyha folyamatosan be volt kapcsolva, akkor meg energiagondok is voltak, és a többi, szóval
Úgy döntöttem, hogy az egyes képesség bár hasznos, abban a szempontból, hogy kiment, és ha szorult helyzetben vagy, akkor megoldja a dolgokat, az úgy tényleg jó, de még ha szorult helyzetben is vagy, ha már egy enemy mögötted van, akkor azt a damage-et már be fogod kapni. Tehát valahogy 180 fokban mindenki előtted kell legyen, nem már a kamerád néz, hanem már a Baruk néz. Szóval úgy tud damage-et felfogni. Na most, a kettes képesség amennyire nem hangzik annyira jónak, pont annyira lett számomra az egyik leghasznosabb képesség. Szóval ben voltam moton, és így hihetetlenül kezdett szorulni. Hát tudjátok, hogy milyen a mot, nagyon gyorsan növekszik az enemi sebzés, nagyon gyorsan növekszik a szintjük, és már kezdtem így nagyon szorult helyzetben lenni, és valahogy nagyon erőltettem ezt az egyes képességet, ez, mert ez lesz az, én hiszek benne, és nem az lett az, és amint elkezdtem a kettest használni, olyan lényegesen nagyobb csönd lett körülöttem. Nem azt mondom, hogy lenne rajta mit finomítani ezen a kettes képességen, lehetne egy kicsit gyorsabb is ez a hullám, ez az altató hullám, ami kijön, mert egy ilyen altató hullámot csinál, és lehetne egy kicsit gyorsabb is, az animáció is lehetne kicsit gyorsabb, de amint elkezdtem használni, elképesztő volt, és most egy Survivorról beszélek. Mi van, hogyha elviszitek ezt a karaktert Max Strange-en egy Defense-re, benn van a Frostbubi alatt, vagy akármi alatt, egyes képesség bekapcsolva, és csak így kettes. És aki kettes, és semmi más nem csinál, csak aki kettes, és így egy defense-en ez a Warframe, ez így lenyugtatná az egész izét a enemy csoportot, és bealtatná őket aztán a társakkal ott azt nyugodtan. Elképesztően hasznos defense karakter, és amint látjátok, azért kellett már kijönnöm motról, mert kifogytam az levegőből, tehát már nem figyeltem oda, elbíztam magam, mondhatni így, és kifutottam a levegőből, és azért kellett már kijönnöm, de nagyon, ez a kettes képesség egyelőre az egyik leghasznosabbnak bizonyult túlélés szempontjából. A harmadik képesség, a féle tőrök jönnek köréd, és ezek a tőrök az enemiket keresik, ha megtalálják azt az enemit, akkor lefegyverzik, elképesztően hasznos, hogy továbbá damage reduction-öd van tőlük, szóval nem százalékban van damage reduction-öd, hanem konkrétan számokban van damage reduction-öd, ami természetesen növekszik, hogyha erőmodokat pakolsz a Warframe-edben, minél több erőmodot pakolsz, annál több ilyen tör lesz körülötted, annál több damage-et tudsz felfogni, és ugye annál több enemit tudsz lefegyverzni. Az, hogy lefegyverzi őket, ezen a Survivor Mission-on volt, egyszerűen elképesztően hasznosan jött, és a damage is, amit el tudott nyelni, nagyon hasznosan jött. Minél több damage, olyan 200%-os erő körül már 20 ilyen tört hozol létre. Úgy éreztem, hogy ez egy kicsit fölösleges az én modolásomba, így aztán megmaradtam a 10 körüli törnél, és nagyon-nagyon jónak bizonyult ahhoz, hogy egy kielégítően jó menetet lehessen menni egy nehéz körülmények között is, akármilyen játékmódban. Ultimate képesség, mint ahogy mondtam, a Restrain passzívjától függ, használd a képességeket, nyelj el damage-et és a többi, és akkor feltöltődik a Restrain, és tudod használni az Ultimate képességeket. Alapvetően úgy modolod be az ultiát, mint egy kardot, illetve erőmodok fogják és fokozzák mindezt a multit. Csak én őszinte leszek veletek, úgy gondolom, hogy nem érdemes egy 300%-os barúkat csinálni, próbáltam azért az extra damage-ért, mert akkorát nem fog damage-elni, hogyha belehaladsz az endgame-be, tehát megütöd lassan azokat a 70 körüli 80, tehát 70 még nem is endgame, szóval hogyha már ilyen 70 körüli enemiket megütöd, már akkorát nem damage-el, hogy megérje akkorára húzni azt a damage-et, tehát arányaiba nem fog annyit damage-elni. Jó, hogyha ott van az a képesség, tömegszabályozás, gyorsan elkapcsolod, visszakapcsolod, és a többi, de az igazi túlélő veleje ennek a Warframe-nek a 3-as-2-es képesség kombinációja, illetve amikor szorul a helyzet, akkor az 1-es képesség bekapcsolása az lesz, ami igazán megmenti. Nos, srácok, ez lenne az én modolásom, fókuszáltam területre, némi erőre, és hogyha kérdeznétek, hogy miért kevés az idő, azért, mert
mivel hogy én ilyen spamelő, képesség spamelő játékos vagyok, ezért fontos nekem, hogy ez a kettes képesség minél gyorsabban elérhető legyen, és így ezzel az idővel kb. 3 másodperc alatt újra tudom kapcsolni, és kicsit mint az Excalibur vakítás, tudom spamelni azt a kettest. Így is egy kicsit lassan kapcsolja el, de sajnálok beletenni egy nem quick thinking, natural talentet, és ha már itt vagyunk, quick thinking nagyon-nagyon hasznosnak bizonyult ebben az egész történetben. Miért nincs benne vitality? Rohadt egyszerű, nincs rá szüksége. Tehát ott voltam itt 48 perc, mot, vitality nélkül. Ennek a warframe-nek nincs szüksége vitality-ra. Ha endgame-ben vagyunk, akkor már igazából halál mindegy, hogy van-e a warframe-edbe, vagy nincs-e vitality, így is egy shot leszel előbb-utóbb, szóval vitality ide vagy oda. Ennek a warframe-nek nincs rá szüksége, úgy gondolom. Szóval, ja, ez lett volna az én elgondolásom, az én buildem erről a warframe-ről. Ti meg úgy csináltuk, ahogy szeretnétek. De minden esetre remélem, hogy tudtam segíteni. Tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Discord szerverünk bárki számára elérhető, link a videó leírásában. Klánhoz lehet csatlakozni, link a videó leírásában. Facebookon is lehet küldeni üzenetet, link a videó leírásában. Azt hiszem, ha nem, akkor Facebook Necrocrim. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!